Szabadulás, vagy a szabadulás illúziója. Drága barátaim, kedves hallgató és néző, a szabadságra, a szabadulásra, a szíveleg mélyén mindenki vágyik. Nincs olyan ember, nincs olyan fizikai testben megszületett ember, aki ne vágyna a szabadulásra. De pont ezzel a vágyjal az ember megvádolja saját magát. Miért vádolja meg magát az ember a szabadulási vágyjal? Azért, drága barátaim, mert a szabadulási vágy, amikor megszületik az emberben, az rögtön kijelenti rá, hogy hello, te nem vagy szabad. Hogyha az ember szabad lenne, a szabadulási vágy nem születhetne meg benne. Még rímelt is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy akiben nem születik meg a szabadulási vágy, a szabad. Sokan olyan mélyen vannak az illúzióban, a világ hazugságaiban, hogy még a vágy sem születik meg bennük, nincs, amikor megszülessen. Nincs ideje a vágynak, hogy a felszínre kerüljön. Miért nincs ideje a vágynak a felszínre kerülni, drága embertárs? Hát azért, mert olyan sok mindent kell csinálni. Olyan sok embernek kell válaszolni, olyan sok ember kell visszatetszikelni, visszalájkolni, olyan sok számlát ki kell fizetni, és még annyi pénzt kell gyűjteni, hogy nincs ideje a valóságos, természetes, Isten adta szabadulási vágynak a felszínre kerülni. Érthető, amit mondok? Ismétlem, mert nagyon fontos. A szabadulási vágy, amikor megszületik az emberben, az már meg is vádolta őt. Kijelenti rá, hogy hello Pista bácsi, nem vagy szabad. Különben nem születhettem volna meg. De viszont azok a személyek, akikben nem születik meg a szabadulási vágy, nem azt jelenti, hogy ők szabadok. Mert lehet, hogy azért nem jött egyszerűen a felszínre a szabadulási vágy, mert nem volt szegénynek lehetőség rá. Amikor jött volna fel, mindig kapott egy a lapát nyeléből, vagy a lapátból a fejére a szabadulási vágy. Ahogy jött volna fel a felszínre, mindig kapott egy nyaklevest és visszament a helyére. Mitől kapott a nyaklevest? Hát például kapott egy Facebook lájkot a gazdája, és abban a helyben visszanyomta a szabadulási vágyat a helyre, a szíve legmélyére. Vagy jött volna a felszínre a szabadulási vágy, és az asszony eszébe juttatta, hogy hello, el vagyunk maradva a számlákkal, meg a svájci hitelt nem törlesztettük. Vagy nem mentünk el szavazni, vagy nem adattuk be az oltást a gyermeknek. Tehát mielőtt a szabadulási vágy, mint embrió megfoganna az emberben, már pedig meg kell fogadnia ahhoz, hogy a lélek megszabaduljon, de még mielőtt megfoganna a szabadulási vágy az ember szívében, annak a csirája, az előtt ő meghal. Nincs, tehát meg sem tud jóformán fogadni. Nincs ideje, nincs amikor, nincsen táptalaj. Persze, egy olyan világot élünk, ahol már nagyon sok emberben a szabadulási vágy a felszínre kezd kerülni. Ez már óriási lépés, bevallom. És ebből a szabadulási vágyból született ez a németországi filmecske, egy ilyen
tüntetésről, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, flashmob tüntetés. Egyfajta véleménynyilvánítás, tömeges véleménynyilvánítás. Aminek a lényeg az, hogy az emberek szabadulásra, szabadságra vágynak. És én ezt a filmet én most be is játszanám, hogy lássuk, hogy miről van szó, hogy ezek az emberek körülbelül mit akarnak velünk közölni, és amit ők kínál, amit a film, vagy amit a mozgalom maga kínál, mennyire valóságos, mennyire használható arra, hogy valaki megszabaduljon. Én néha szígyelem magamat, hogy vissza kell menjek ilyen világi példákhoz, ahhoz, hogy szemléltessem azt, amit az Úristen nekem megmutatott. De nem tudom másképp. Nem tudom másképp, mert Jézus is azt csinálta, hogy a tökéletességből lejött a világba, a porba, a szennybe, a trágyába. Közénk, közéd, melléd, mellém. Ide lejött a mi szintünkre. Ő ezt csinálta. És a mi hétköznapi példáinkat, életünket ragadta meg, és azzal próbálta szemléltetni, hogy hogyan tudna valaki megszabadulni, és eljutni Isten országába. Beteszem a filmet, és fel fogom használni, ha Isten is úgy akarja, arra, hogy szemléltessem azt, hogy körülbelül mi a valóság, a szabadulás és a szabadulás illúziója kapcsán. Hogy amit ez a film, meg ezek az emberek bemutattak, az valóban a szabadulásnak a reménysugara, vagy pedig egy nesze semmi, fogd meg jól, mint ahogy mondják a magyarok, ugye, közmondásban. Nesze semmi, fogd meg jól, jól markold meg. Örüljél neki. De akkor most beteszem a filmet. Közben, hogyha valakinek van, nem azt mondom, hogy véleményemet, én nem véleménybőrzét akarok csinálni itten, nagy valaki félreértse. Ha valakinek van egy őszinte, lélekből jövő, szent, lélekből jövő meglátása, vagy kérdése, nyugodtan felteheti a Facebookon, vagy a YouTube-on. De tényleg nem szeretném, hogyha valaki úgy gondol, azt érteni, hogy én véleménybőrzét akarok csinálni ezzel a közvetítéssel, mert tudom, hogy az embernek milyen véleményei vannak. Tudom, hogy az ember, amikor földhöz ragadt, bele van ragadva a földbe, és nem ismerte meg Istennek a szavát. Neki csak véleménye lehet. És a vélemény az tulajdonképpen oda visz, ahova a dokumentumfilm is, vagy ez a flashmob is mutatja, az a filmecske. Hamburgban történt 2017-ben G20 Summit, nem tudom pontosan, hogy mi ennek a jelentése, de én most behátszom a YouTube-ról, és közben ott még kommentálnám is, hogy lássuk, hogy mit hozunk ki belőle, mire tanít minket ez a flashmob. Tehát mindenképp a szabadságról van szó, arról, hogy meg kéne szabadulni abból, amiben vagyunk. Na de lássuk, hogy miből kéne megszabadulni, és hogyan szabadulhatnánk meg? Nem tudom, mennyire fog menni, vagy mennyire fog akadni, de remélhetőleg. Tehát az emberek élik a hétköznapi életüket. Egy ilyen gyors kajáldában, McDonald's-ban kajálgatnak, ugye? Közben vannak ilyen zombik. Egyébként nagyon jó az elképzelés, szerintem. Nagyon jó az elképzelés. Nagyon jól szemlélteti, hogy hol vagyunk, miben van az emberiség. Az, hogy az emberek, mint hogy a képernyőn is látszik, kővé vannak dermedve, ugye? Meg vannak kövesedve. Én kinagyítom. Persze a másik ugye éppen tömi az arcát, és van lenézően tekintelik, hogy jaj, milyen hülyék, milyen idióták, mit akarnak most már megint kezdeni. Ők legalább megpróbálták, valamit próbáltak közölni, csak a kérdés az, hogy mit akartak közölni, és miből akartak közölni. Miből akartak közölni? Milyen szellemiségből gyúrják azt, amit
közölni akarnak? Ez a kérdés. Tehát ez maga a kép nagyon jó, tehát amúgy egyébként ez megjelenik nagyon sok amerikai filmben. Tehát most már mindenki, nagyjából mindenki, szinte már a vak is látja, hogy óriási bajok vannak. Globális szinten, családi szinten, kisközösségi szinten. Tehát ezt nagyjából most már mindenki látja. Ezzel ők újat nem mutatnak. Hangsúlyozom, újat. Ez valóságos? Lehet, hogy ennek van egy művészi értéke. Annyira én nem vagyok, nem értek a művészetekhez. Lehet, hogy van ennek valami művészi értéke, nem akarom ezt tagadni. De viszont újat még nem mutatnak. Csak azt, azzal szembesítik a társadalmat, vagy a nézőket, amivel nagyon sok amerikai film is szembesíti őket. Mindenki meg van lassulva, mindenki be van kövesedve, ugye, a kőszív, ugye. Ez mind valóságos, ez teljesen így van. Itt közben egy ember elkezd ébredezni, elkezdi az arcát megmosni. Kérdéseket tesz fel, ez még mindig jó, tehát ez jó, ez a része még, hogy az ember kérdéseket kezd feltenni, felordít, felkiált, mi van itt? Mi van itt? Mi történik? Teljesen bekattantunk, mindannyian kővé dermedtünk, belehaltunk a kőbe, bele, bekövesedtünk, ugye bekeményítettünk. Visszamentünk az agyakba, ugye agyaggal vannak bekenve, bemázolva, ha jól tudom. Ezek az emberek. És az ember rájön, meglátja, hogy hova, mivé lett ő, hogy hova jutott a társadalom. Kezdi meglátni, és azt mondja, hogy kész, végeztem én ezzel. Próbálja letépni magáról a kérget, ezt a megkövesedett kérget, próbálja leszedni magáról. Lepalja magáról a társadalomnak a porát, az útporát, ugye. Tehát leveszi, ledobja a kérget, a külső megkövesedett kérget magáról. És szabadnak érzi magát. Azt mondja, szabad vagyok. Megszabadultam. Megszabadultam a kérgeimtől. Többiek ugyanúgy bambulnak, mint a legtöbb ember a világban, ugye? Nézik, hogy a Facebookon történik-e valami. Nagyon jó ez a motivum is, hogy megérinti az embertársát, megsimogatja őt. Felsegíti a földről. És jelzi neki, hogy ő is mosakodjon meg. Ugye erőtlen. Esik össze, esik vissza a világba. Vannak nagyon jó dolgok benne végül is. De majd a végén felteszünk nagyon fontos kérdést. Akinek van kis türelme, várja ki. A videóból még csak 3 perc van hátra. És ez a lány is, ugye, mivel megérintette egy élő ember, megérintette őt, megértette, hogy te, várjál, miben vagyok én? Nem ez az élet? Ki kell szállják én ebből valahogy? És ő is elkezdi levenni, lepalni a port, ugye a cementet magáról, a kemény, megkövesedett kérget, próbálja leszedni magáról, ugye levetkőznek az emberek. Amúgy én is akartam csinálni régebben egy ilyen filmet, volt egy ilyen elképzelésem. Csak abban túl sok volt a perverzió. Az akkori elképzelésemben, és nem csináltam meg, nem fogtam neki. De ezt nem bánom. Az emberek örülnek, és szedik le ugye a kérgeket is önfelett. Örömben vannak, hogy hú, újból életük van. Kezdik ölelgetni egymást. Ünnepelnek. Érdekes módon, ugye hát az is nagyon szép, hogy kezd visszajönni a szín a világban, azáltal, hogy az emberek felébredtek. Mindenki veszi le a kérget magáról, az agyagot ledobja magáról, és újból élővé válnak, elkezdenek ünnepelni, táncolni. Ünneplik az életet. Mint ahogy tették a budapesti gay parádén is. A másik anya szült mesztelenre, vetkőzött. Megadta a módját. Szépen le van vetkőzve, és ünnepel.
hogy levette magáról a társadalomnak a szemetét. És most elmennek a főtérről, vége a színháznak, hangsúlyozom a színháznak, a mutatványnak, és mindenki menjen haza. Mindenki megy haza, ugye? Így végződik a filmecske, hogy visszajöttek a színek az életükbe, a világba, és mindenki megy haza. Kíváncsiak az, aki teljesen mesztelenre vetkőzött, akkor ő most egészen hazáig mesztelenül fog menni, vagy pedig felvesz egy Halloween-et. Drága barátom, megtörtént ugye a szabadulás. Megtörtént a szabadulás, és levették a társadalomnak a kérgeit magukról, a társadalom mocskát, a társadalom szemetét, és elindultak visszafelé, ugye? Akit érdekel, ott van YouTube-on, meg lehet nézni a videót. Azt mondja, hogy ezer gestalten németül van. Hamburgban volt ez a mutatvány csinálva. Gondolkozzon még el rajta. Én egy kérdőjelet fogok most feltenni itt a végére. És a kérdőjel, az egy ugye hagyományos kérdőjel, mint a képen is, amilyet látunk, hogy miután megtörtént a nagy szabadulás, nagy mutatvány, ugye beavatott emberekkel, beszervezett emberekkel, színészekkel, és mindenki örült a szabadságnak. Ezek az emberek hova mentek? Merre mentek? Vajon? Hova mentek ők? Vajon nem oda mentek-e vissza, ahonnét jöttek? Drága barátom, ez a botrányos kérdés. Hogy vajon nem oda mentek-e vissza, ahonnét jöttek? Meg volt a nagy ünnep, meg volt a nagy parádé. Budapesten is meg volt a nagy gay parádé. És mindenki hazament. Hova haza? Vissza, oda, ahonnét kivonult. Nem egy lépcsőfokkal feljebb. Semmiképp nem a mennyek országába, vagy a megvilágosodásba, vagy nem tudom hova. Hanem ugyanoda ment vissza mindenki, ahonnét kijött parádézni, ünnepelni. Ez a tragédia. Ez a tragédia, drága barátom. Mindenki a nagy szabadságból, a szabadság illúziójából oda ment vissza, ahonnét kijött, ugyanabba az oduba, ugyanabba a barlangba, Pláton barlangjába ment vissza, ahonnét kijött fesztiválozni, parádézni. És ez történik egyébként minden fesztiválon. Az összes fesztiválon, hagyományos, meg nem hagyományos, meg új, meg régi fesztiválon ugyanezt történik. Az emberek kimennek a nyomorúságokból parádézni, fesztiválozni, de amikor vége a fesztiválnak, ugyanoda mennek vissza, ahol korábban is voltak. De olyan is volt, olyan is van, aki nem oda ment vissza, ahonnét kiment, hanem az öngyilkosságba. Sajnos történik nap, mint nap. Itt Székelyföldön is sajnos történt olyan, hogy az illető személy elment parádézni, felvonult valamilyen fesztiválon, utána meg egyenesen az öngyilkosságba ment. Az a különbség, drága barátaim, a szabadulás és a szabadulás illúziója között, hogy a szabadulás illúziójából az ember vissza kell menjen oda, abba az oduba, ahonnét kivonult. Ez óriás csalódás számára. És a csalódás általában önpusztításhoz vezet, öngyilkossághoz vezet. Ezért fontos különbséget tenni a szabadulás, a szabadság és a szabadság illúziója között. És aki nem érti meg a különbséget, drága barátaim, óriási annak az esélye arra, hogy a szabadság illúzióját választja, ugyanúgy, mint a többség, ahogy választja azt. Márpedig nyilvánvaló köztudott. Úgymond a világ vezetői, a világ urai is tudják, hogy te szabadulásra vágysz, szabadságra vágysz. Tudja ezt mindenki. Ezért megszervezik
annak a színházát. Megszervezik a szabadulásnak a, berendezik a szabadulásnak a színpadját, mint ahogy ebben a filmben is berendezték. És az emberek kimennek és ünnepelnek, hú, milyen szabadok vagyunk. És utána ugyanabba a lelki békétlenségbe, ugyanabba a drogfüggőségbe, ugyanabba a pornófüggőségbe megy vissza, amiből kijött fesztiválozni. És amikor ezzel ő szembesül, és látja, hogy ő semmit nem csinált, hiába erőködött, hiába ünnepelt, ő sehova nem jutott, csak még mélyebbre, lelkileg, akkor megtörténik és megtörténhet sajnos az önpusztítás, hogy önként vett véget a nyomorúságos, fesztiválozó életének az ember. Egy nagyon fontos kérdés, drága barátaim, és miért, tehát most arra próbálnék rámutatni, hogy miért megtévesztő még ez a film is. Vannak nagyon jó elemek, nagyon jó motivumok benne. Nekem tetszett, megmondom őszintén. De az üzenete az a tipikus antikrisztusi, mondjam ezt, így találjam fején a szöget. Antikrisztusi, sátáni üzenet van benne. És az nem más, mint az önmegváltás. Hogy én megmosom az arcomat. Hát de várja, én koszoltam be magamat. Az én intelligenciából csak arra futotta, hogy bekoszoljam magamat. Aval az intelligenciával, ami engemet a bekeményedésbe vitt, a kőszívűségbe vitt, hogyan tudnám én megmosni a saját arcomat? Drága barátaim! Ez az óriási kérdőjel, aki ezt nem teszi ki magának, belefolyik minden ilyen mozgalomba, és azt fogja hinni, hogy meg lehet szabadulni egy-egy ilyen flashmob által, meg egy-egy ilyen parádi által, egy ilyen fesztivál által. Egyébként ez nem más, mint a Bábel szellemiség, amit a politikában is alkalmaznak és híresztelnek, hogy gyertek, fogjunk össze. Hát de mi történik, amikor a vakember összefog a világtalannal? Ez a kérdés. Amikor most megnevezem, amikor két bűnös ember, mondjam azt, hogy két tisztátalan lelkű ember összefog egymással, abból mi történhet? Őszintén. Vajon hirtelen beröppennek a mennyek országába? Hirtelen megvilágosodnak? Hogyha a vak vezeti a világtalant, mind a ketten a szakadékba esnek. De hogyha a világtalan vezeti a vakot, ugyanúgy a szakadékba esnek. Ez a bábeli szellemiség, drága barátaim, hogy fogjunk össze. Ezt mondja a sátán, szó szerint. Nem az a patás sátán, az a kecskelábú és kecskeszarú sátán, hanem maga a szellemiség, a megtévesztés szellemisége. Hogy erőtlenek vagyunk, mindannyian bénák vagyunk, ugye? Fogyatékosak vagyunk, de hogyha összefogunk, akkor tökéletesek leszünk. Én nem tudom, hogy ez nem tűnik fel nekünk. Egyszerű, megint azt kell mondjam, egyszerű középcsoportos logika. Amikor a béna összefog a vakkal, és a sántával, és a nem tudom én melyikkel, a sükettel, hogy lesz abból tökéletesség? Amikor mindenki a fogyatékosságát adja a közösbe. Tehát a fogyatékosság bármilyen hatványon és bármilyen szorzó tényezővel csak fogyatékosság marad, drága embertársak. A fogyatékosságot bár meddig hatványozzuk, szorozzuk és osztjuk, úgyis fogyatékosság marad. Így van-e? De teljesen egyértelmű, hogy hiába fogunk össze, Jézus nem azt mondta, hogy fogjunk össze, hanem azt mondta, hogy váltsunk irányt, forduljunk Istenhez, hogy ő megtisztítson bennünket az ő perspektívájából, az ő erejével, az ő bölcsességével. Legyünk tiszták, és akkor megmoshatjuk embertársaink arcát. Van, amivel megmossuk. Mert nem mindegy, megérkezel egy házhoz, és azt mondják, hogy mosd meg az arcodat.
És érzed azt, hogy a tálban nem víz van, nem tiszta víz van, hanem pisi. Nem tudom, hogy mennyire lesz kedved megmosakodni a trágyalében, drága embertársam. Szerintem nem lesz a nagy kedved a pisikában megmosakodni, valaki másnak a pisiében, egy világtalan embernek, egy földi gondolkodású embernek az ürülékében megmosakodni. Nem leszel tisztább, mint amilyen voltál. Márpedig ez a fogjunk össze szellemiség, drága barátaim, erről szól. Gyűjjünk össze, tüntessünk, ugye? Ez is egyfajta ilyen tüntetés volt, protestálás. Protestálás a rendszer ellen. A társadalom ellen. Jézus nem azt mondta, hogy protestáljunk. Felhívom a figyelmet, hogy Jézus nem azt mondta, hogy protestáljunk, tüntessünk a világ ellen, a császár ellen. Ő nem tüntetett a római császár ellen, Poncius Pilátus ellen. Ő hagyta őket, végezik a dolgokat, és ő is végezte az ő dolgát. Teljesen kiszállt abból a rendszerből, amit a világ képviselt, és Istenhez fordult, a tökéletes lélekhez, nem a tisztátalan lélekhez, nem a szomszédjához fordult segítségért, hanem a tökéletes isteni lélekhez. Azt mondja, atyám, én mostantól azt fogom csinálni, amit te mondasz nekem, és semmi mást. Még akkor is, hogyha az embereknek más lesz a véleményük. Még akkor is, hogyha édesanyámnak, édesapámnak, a testvéreimnek, a szomszédaimnak más lesz a véleménye. Én akkor is ezt fogom csinálni, amit te mondasz nekem. Mert te szent és tökéletes lélek vagy. Én bízok benned. Hogyha az életembe fog kerülni, akkor is azt fogom csinálni, amit te mondasz nekem, mert az szent és tökéletes. Egyébként, hogyha ez a felvonulás és ez a film valóban a szabadságról szólt volna, a szabadulásról szólt volna, elsősorban meg sem történhetett volna, nem kaptak volna engedélyt, teljesen biztos. Körülbelül 1 millió százalékos. Tehát a világ azt engedi meg, hogy olyan mutatványok, olyan színházak, színdarabok történjenek, amelyek őt szolgálják, az ő falait építik továbbra is. Ezért a művészet nem alkalmatos, sajnos nem alkalmatos a művészet arra, hogy megváltást adjon az embereknek. Arra maximum igen, hogy láttassa, hogy miben vannak. De erre most már mindenki képes. Hát a kocsmában is az történik, hogy két részeg ember elbeszélget egymással, hogy milyen nagy bajban van a világ. Hát idáig mindenki eljutott, drága embertársak. A legtöbb ember odáig eljutott, hogy nagy bajban van a világ. De tovább senki nem jutott annál. Jóformán. Tehát a művészet, ugye az amerikai filmek, az ilyen flashmobok lehetővé teszik azt, hogy szembesüljünk azzal, hogy hova kerültünk, hova jutottunk. De ez önmagában semmi. Ez önmagában depresszió a 10. hatványon végül is. Ez még semmi. Szükséges, de nem elégséges. Szükséges, hogy az ember lássa, hogy bajban van, ahhoz, hogy megszabaduljon. Szükséges, hogy az ember lássa az, hogy hazugságban van az, hogy őszintévé váljon, megigazuljon. Szükséges, de nem elégséges, mert szükségeltetik a megigazulás eszköze, drága barátom. Mi a megigazulás eszköze? Vajon az, hogy kimegy a központra, agyakba, öltözve, utána meg levelkőzök pucérra, és megmutatom a nemi szervemet mindenkinek? Vagy ettől meg fogok én szabadulni? Most őszintén. Mekkora az esélyem, hogy megszabaduljak azáltal, hogy kinn a központon levetkőzök. Ráadásul szervezett formában a művészet címszó alatt. Megmutatom a péniszemet mindenkinek. Elnézést a gúnyért. De nekem is fájdalmas. Az emberek azt hiszik, hogy ezáltal megszabadulhatnak. Ezt hisszük, mindannyian. Ezáltal nem szabadulhatunk meg. Csak úgy tudunk megszabadulni, hogyha én valamit kapok fentről, először is kapok egy felső perspektívát. Nem egy ilyen lenti,
földhöz ragadt perspektívát, hanem felső perspektívát, aminek rálátása van a helyzetemre, a világ helyzetére. És abból a felső perspektívából, ha szabad így fogalmazzak, mert eléggé le van butítva most a beszédem. Ebből a felső perspektívából veszek én bölcsességet is. Bölcsességet. Látást, valódi látást. A szemeimet, az arcomat nem egy másik embernek az örülékével mosom meg, hanem a felső perspektívának, a mindenható Istennek. A bölcsességével mosom meg az arcomat. És akkor nem csak nyomorúságom és szomorúságom lesz, hogy milyen szarban van a világ, hanem lesz örömöm, reménységem. Tudom, hogy merre fele tartok. Tudom, hogy elindultam kifelé. És tudom, hogy nem emberektől függ az én szabadulásom, az én békességem, hanem a magasságos Istentől, aki kijelentette magát Krisztusban. Hangsúlyozom, én ezt nem akarom, hogy valaki elhiggye nekem. Senki nem akarok én győzködni erről, hogy Krisztus Jézus evangélium, az ő beszéde valóban Isten kijelentése volt. Erről én senkit nem győzködök. Mert aki nem állhatatos, aki nem igazságkereső, úgysem fogja ezt megérteni. De aki személyesen megvizsgálja, értelemmel, szívvel és lélekkel, meg fogja látni, hogy mi a valóság, hogy ki volt ő valójában. Hogy valóban csupán egy ilyen történelmi személyiség volt, vagy annál több. Tehát azt akartam csak mondani ebben a videóban, hogy a szabadulásra mindenki vágyik. A vezetők, a világ urai is tudják, hogy vágysz a szabadulásra. Ezért megszervezik számodra és számomra a szabadulás illúzióját. Van popcorn, van kóla, van hamburger, vannak amerikai filmek. És Leonardo DiCaprio még mindig jóképű. És Sharon Stone még mindig szexi. És megszervezik számunkra a szabadulás illúzióját. És a végén szépen egymás után nemhogy megszabaduljunk, hanem egymás után véget vetünk az életünknek. Nem csupán a fizikai életünknek, drága barátaim. Mert az ember nem csupán test, hanem főképp lélek. De az a lélek, amelyik a testhez alkalmazkodik, mi lesz vele? Ha a test elrodhat, és a lélek a testhez alkalmazkodik, az anyaghoz alkalmazkodik, mi lesz az ő sorsa? Hát ő is elrodhat, kárba visz, elkárhozik. Hát nem egyszerű ez is. Nem egy középcsoportos logikáról beszélünk már megint. Hogy avval a testtel, amelyik alkalmazkodik a lélekhez, bocsánat, avval a lélekkel, amelyik alkalmazkodik a testhez, a test vágyaihoz, mi fog történni, ha a test elrothad és romlik napról napra? A rák fene megemészti belülről kifelé a legtöbb emberi testet napjainkban. Mi lesz a lélekkel? Ha a test erre a sorsra jut, és hogyha a lélek alárendelte magát a testnek, nem fölé, hanem alá. Tehát a világ ura, úgymond, a megtévesztés ura, megtévesztés szellemisége, a sátán, mivel tudja, hogy szabadságra vágyunk, megszervezi a szabadulás színházát, illúzióját. De amikor szembesülünk azzal, hogy be vagyunk csapva, akkor vége, akkor az önpusztítás, öngyilkosság. Szabadulni azokkal az eszközökkel, amivel belementünk a rabságba, a börtönbe, nem lehet. Szabadulni olyan eszközökkel, amelyekkel létrehoztuk a rabságot, amiben vagyunk, nem lehet, drága barátom. Ez is egyszerű logika. Szabadulni csak olyan eszközökkel lehet, amelyek magasabbak, intelligensebbek, felsőbbrendűek, bölcsebbek, tisztábbak. A mocsárból, az agyagból, a sárból, a börtönből szabadulni
csak a magasságos eszközökkel, a magasságos eszközeivel lehet. Drága barátaim! És akit érdekel, annak elmondom, hogy a magasságosnak a bölcsessége kijelentetett ezelőtt 2000 évvel. Tökéletesen ki van jelentve. A négy evangéliumban, nem az apokrifekben. Ne azokat bújjad, mert megtévesztenek. Máté, Márk, Lukács és János. Meg fogod ismerni az igazságot, és szabaddá válsz általa. Ha tényleg van a te szívedben igazság szeretet. Megnézem, hogy vannak-e kérdések, hozzászólások, és ha nincsenek, akkor zárom le ezt a közvetítést. Oké. Én teljes szívemből kívánom, hogy legalább egy ember, vagy kettő, a 10-ből, vagy a 100-ból értse meg, hogy miről volt szó, és bátorkodjon kérdőjeleket feltenni, és bátorkodjon ne emberekhez fordulni, hanem a világ teremtőjéhez, a magasságos, mindenható, mindenütt jelenlévő Istenhez, aki kijelentette magát emberi szavakkal is Krisztus Jézusban. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!